Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt lesz vének a 109. része lesz. A mai rész első felét a Netherbe fogjuk tölteni. Igazából nem lesz túl sok dolog oda lent, csak annyi, hogy kicsit módosítunk ezen a jeges Sweet Potion-ös átjárós cuccom. Lemegyek, és akkor majd megmutatom, és meglátjátok, hogy mit is fogunk módosítani. Szóval megmutatom, mi a helyzet jelent. Rájöttem valamire, amit most be is mutatok nektek, szóval, hogy hát így közlekedünk alapból, viszont hogyha itt nincs kiásva mellette ez a kettő terület, akkor könnyen így beleakadhatunk a falba. És emiatt így ezt így ki kellett, hogy ássam, és igazából ez nem túl nagy dolog. Nem ezt fogjuk most csinálni, ezt az ásást, meg a kiegezést, ezt majd, tehát ez majd csak a jövő. Az ilyen nagyobb projekteket nem hiszem, hogy csak egyedül és nem livestreambe csinálnám meg. Sőt, semmi esély nincsen, hogy itt most ezt megcsináljam. Szóval, amúgy nincs nálam semmi, de itt van az Ender Chest, minden, azt láthatjátok. A Speed Potion-ök is, amiket bele kell majd rakni a dispenserbe. Mondjuk hát igazából még nincsen túl sokáig megépítve a jég járat, szóval sokat nem érek vele, de teljesen mindegy. És ugyanúgy fogom akkor ezt itt megcsinálni. Mint ahogy itt is van, csak hát... Ja nem, hát... maradhat így két blokkosan szerintem. Na nézzük meg, mit alkottam, hát ennyiről van itt szó, semmi bonyolult dolog nincs ebben az egészben. Igazából azt terveztem, hogy ha ezt a botlóhorgot beaktiválom, akkor ez beaktivál itt még egy pisztont is, ami széthúzódik. Viszont ezzel vannak bajok, mert nem hoztam restont, amúgy nincsenek vele bajok, mert ilyen megcsináljuk, csak nem hoztam restont, és emiatt ezt most nem tudjuk. Amit hoztam, de... hoztam egy stacket, amit most nem tudom, hogy hova raktam. De viszont azt nem tudom, hogy... nem lesz elég szerintem. Ja, itt van egy 6-3. Jó van, akkor visszamegyek, aztán hozunk mindent, és megcsinálom ezt a nagyon bonyolult szerkezetet, ami egyáltalán nem bonyolult amúgy. Na, itt vagyok a restonnal együtt, és akkor csináljuk magát a reston szerkezetet, ami mondom, egyáltalán nem bonyolult. Sőt, nagyon-nagyon egyszerű. Csak tudnom kéne, hogy hova raktam ezt a bizonyos redstone dustot, ide raktam. Aztán tényleg annyiról van szó, hogy ide egy pötty redstone. Ide... Várjunk csak, hogyan is van? Ezt így kéne. És akkor... ennyi, szóval, hogy... három pötty redstone, meg egy redstone fákja kellett hozzá. Aztán ennyi. És ugye most leteszteljük. Mondom, leteszteljük. Pókfonál, azt nem tudom hova lett. Eldobtam volna, vagy leraktam volna. Mindegy, akkor majd pókfonál elmegyek. Viszont még egy dolgot meg szeretnék majd csinálni. Ami pedig az lenne, hogy... hát lehet ide is kéne egy pisztolyos ajtó például, de nem kell ide. Nem kell ide. Csak ez így ilyen normális kiárat, az jó van. Jó van, azt gondolkoztam, hogy hát, hogy itt pedig csak akkor lehessen kijönni, hogyha onnan jövünk. De aztán rájöttem, hogy ennek annyira sok értelme nincsen, mert hát, hogyha ez itt van, akkor értitek minek. De mindegy, először ezt itt befejezzük. Amit igazából érdekesen fog megtörténni, mert a minta az pont nem jön ki. Nem baj, akkor úgy lesz, hogy... egyszerűen így. És így. És így. Ja, igen, hát ezt itt lent meg el is felejtettem meg hozni. Ja, igen, és akkor ezt még megmutatom nektek, hogy hogyan csinálom, mert ez szokatlan kissé. Jajaj. És akkor így. Ide pedig nyomatunk pár üveget. Az csó. Na.
így néz ki. Teljesen jó. Habár a tudok kicsit kilátszik, de az kit érdekel. És akkor befutunk, aztán elvileg majd kinyílik. Csak hát, hogy már nincsen pókfonál, menjünk vissza pókfonálért, aztán már elvileg teljesen jó lesz az egész. Na nézzük, igazából ez itt egy kicsit furcsa, mert aha. Túl gyors. Akkor csak egy kis késletetés nyomunk rá, aztán csá van. Mert igazából ez tényleg... Oké, van benne egy kis probléma, de ez még mindig nem igényel túl sok restonos beavatkozást. Így ide nyomunk egy repeatert igazából ide. Ide mögé a restont, aztán egy ekkora ticket rárakunk. Na nézzük. Aha, ez még mindig túl gyors. Honnan jön a jel? Oda megy be, aha. És innen jön, gondolom. Aha. Akkor ide be kell nyomnunk egyet. Ennyi. Így. Na jó. Igen, csöndes vagyok kissé, de... Nem baj. Most itt kicsit koncentráltam. Oké, hát akkor ez itt így most működik, és bele is rakhatjuk a speed potion-öket vissza. Amikből amúgy jobb lenne speed 2-es, de ez nem tart annyi ideig, ameddig el kell. Szóval így lesz egyelőre. Meg amúgy az is lehet, hogy... ez így lassú, és lehet, hogy majd sőt, most hazamegyek, és kipróbáljuk a hajóval, hogy megy. Vagy hogy kell-e három széles jég hozzá, vagy értitek? Szóval, hogy itt még nem vagyok mindenben biztos, de ezt most nem letesztelgetjük, hogy hogyan működik például hajóval. Ebből kellene egy három széles. Vagy... Húha! Szerintem visszamegyek gyorsan, mert még van egy ötletem, mert még van még jegem, aztán megépítetnék mellette még egy sávot simán, és akkor azt is kipróbáljuk. Így erre, elásunk szépen, és akkor amennyi jegünk maradt, ez a 43, ezt ide le fogom rakni, az csó. Igazából nem gondoltam sokkal többre, így tesztelés terén. Így. Hopsz. Hát így ennyi elég is, és igazából nem akarom tovább hozni. Húha, ez egy kényelmesebb azért. Aha. Ezzel így már nagyon begyorsulok. Mert egyre jobban gondolom, ennél még gyorsabb is leszek. Aha. Jó van, ez sajnos egyelőre nem kivitelezhető, mert eleve még így is csak 660 valahány blokkig van elépítve jéggel, és hány blokkos ez? Igen, 3100 vagy valami ilyesmi, szóval még ezt az egy sort is nagyon nehéz ezt kiraknunk, nemhogy ezt a hármat. Emiatt ezzel még eleve várunk, ezt most csak megcsináltam, hogy kész legyen, annyira még nem lesz fontos nekünk, mert ezt majd egy livestream keretein belül fogom nem egyetül megcsinálni. Majd hívok még videósokat, legalábbis ezt terveztem, hát aki legalább eljön, azt amilyen videósára szok majd, aki biztos, hogy eljön. És hát ja, szóval ennyi a Nether, mondtam, hogy csak az első felét fogjuk a Netherben tölteni, ennek a résznek. Viszont akkor térjünk rá a rész második felére, menjünk oda, ahova kell nekünk. Szóval most nem ilyen farmot, nem szerkezetet fogunk építeni, hanem dizájnolni fogunk, méghozzá nem is, hát nem is inkább dizájnolni, inkább ilyen érdekességet fogunk építeni. Régen még kértem, hogy írjatok kommentbe ötleteket azzal kapcsolatban, mi legyen ezeken a lebegő szigeteken. És hát arra jutottam, hogy mindegyik ilyen lebegő szigeten lesz egy bájom. Habár nem mindegyike, hanem ilyen csoport, inkább ilyen kisebb csoportok, mint például egy ilyen három darab ilyenen. Legyen mondjuk egyféle bajom, és úgy gondoltam, hogy ezek mellé mondjuk még építhetnénk még egy szigetet, meg hát még van jóval többet, és akkor az például lenne egy bajom, de legalábbis ezt én így terveztem. Én nem tudom, kinek mi a véleménye róla. Én nekem ez nagyon tetszene, szóval ezt fogom valószínűleg megcsinálni, sőt biztos, hogy ezt fogom megcsinálni. És... most ezt így be fogom állványozni, mert hát ebben a magasságban lesz ugyebár az összes. Legalábbis én ezt így terveztem, és hát akkor szerintem csináljuk azt csó. These nights are getting shorter.
Valljuk be, jó rég csináltam ilyen time-lapse-et, és igazából ennek nem az az oka, hogy ez rossz, persze, nem nagyon jó. Nagyon jól nézett ki például ez is. Ennek az az oka, hogy nincs rá tárhelyem nagyon. Szóval tényleg egy ilyen 8-szoros gyorsítás 8-szor annyi tárhelyet, hogy az például, mondjuk ez nem annyi volt, ez kevesebb volt, de szóval nem nagyon lesz ilyen, max rövidebb time-lapse-ek, mert hát tényleg nincs elég tárhelyem rá. Na mindegy, idáig ez itt így ennyi volt, ez a kis lebegő sziget SD. Viszont én úgy gondoltam, hogy így mint így első sziget építhetnénk egy hav, vagy milyen havas, dzsungeles biomot ezekre a, az erre a kis szigetcsoportra. És ezt is fogunk, szóval nincs mese. Ezt fogunk építeni, és az még ott néz ki ilyen jól itt, most egy őszintén. És ez, hát dzsungelfára is szükségem lesz, szóval elmegyek és vágok egy nagy dzsungelfát. Aztán pedig elkezdjük építeni szépen a kis dzsungeles biomunkat. Na, akkor csináljuk is. Igazából úgy gondoltam, hogy ezek ilyen mini biomok lesznek, szóval direkt ilyen kis kicsire vannak megcsinálva. Mert nem tudom, szerintem ez jól néz ki. Kicserélem a baltámat szirektácsra. Szóval az a lényeg, hogy itt lesz egy kis fa. Ami lehet, hogy kicsit hülyen néz ki, szóval így meg kéne növelni a lombját. Így mondjuk, hogy ugye ott azt a részt is kiemeljük, és így szerintem ez a kis fatok jól néz ki például. Ilyen kis dzsungeles. Oké, és akkor lopok innen egy fát így mintának. És akkor itt az oldalába, legalábbis így félig az oldalába, ki is nőhet-e szerintem egy bokor. Ami nem kinőne, hanem értitek, ide rakom. Ez például egy nagyon jó kis díszítő elem, akkor rakunk egy kis füvet. Illetve, de még random ilyen leveleket. Például így ide. Meg hát, hogyha már itt vagyunk, akkor már rakjunk már ide is, na. Így. Ide. És hát ja, tessék, dzsungel. Na, ez az első. És hát ezt megmutatom nektek így videóba is. A másik kettőt azt mondjam letimelapse-elem. És akkor utána megnézzük, hogy mégis mit sikerült alkotnom. Ja, meg hát természetesen itt körbe rakom Liannal az oldalát, mert nagyon jól néz ki, hogyha ledő. Szóval ezt sem hagyom ki szerintem egyik szigetről sem. Na, erről is van szó, szerintem nagyon jó lett, és látszik rajta azért, hogy ez tényleg dzsungel akart lenni. Látszik a lombok sűrűségén, és azt gondolom, hogy ilyenből még mehetne pár, csak hát más bajomokba ugyebár. Jó, hát itt minden ilyen dzsungeles, de nem tudom. Hogy ne legyen más bajomokba? Szerintem én ezt megszavazhatom veletek, hogy mit gondoltok, legyen ilyen így végig mindenhol, vagy legyen más bajomokból. Őszintén szóval azért gondoltam, hogy ez jobb lenne, mert itt is olyan, illetve majd alul is olyan lesz mindenhol. Szavazzátok meg kommentben, mert nem azt szavazzátok, mert nem indítok szavazást, csak írjátok le kommentbe, és akkor majd megnézem, hogyha ezt akarjátok, akkor írjátok azt, hogy csak dzsungeles, hogyha a több biomosat akarjátok, akkor írjátok azt, hogy legyen több biom. És ugyebár azt fogjuk már megépíteni,
Igazából nem tudom. Szóval sok ilyen kis lebegő szigetet terveztem így ide mindenhova, mert nagyon jól néz ki. Illetve ezt is majd tovább kell folytatni, hát ezekre majd külön livestreamek lesznek, mert hát, hogy érted, ez sok idő lenne videón kívül, aztán livestreamben így benne van, aztán, érted. Meg mondjuk, várjunk csak ezt megcsinálták ebbe a videóba, hogy ugyebár van ez a jelenleg 4 földes design, de ez amúgy 5 földes lenne, csak amikor ezt építettük, nem volt pódzolunk, és most azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy megcsináljuk normálisan, csak nem megy az elit rám. Mármint, hát megy, csak nem úgy, ahogy én ezt akarom. És ez a repülés szinte fölösleges is volt. Na mindegy. Keresjük meg a pódzolt. Hol a pódzol? Hát valószínűleg itt van, mert nincsen neki külön kis hely. Látjátok valahol? Mert én nem. Hát itt biztos, hogy nincsen. Itt lehet valahol esetleg. Aha, itt van egy stack pódzol például. Jó van, ennyi elég lesz most így hirtelen. Amúgy még az, amit meg kell, hogy találjunk, az a száraz jégnek a forrása. Vagy tömörég, vagy valami ilyesmi, nem tudom igazából, hogy van. Az a packed ice, azt angolul tudom, de magyarul nem. És nem megy az elite rám valamiért. Why? De... Na jó van. Ez nagyon érdekes volt, már szétvertem a billentyűzetemet, mire működött. Jó. És hát akkor mondjuk, hát túl gyors az ásom, így... Haste-tel, szóval így fogom kiütögetni. Így kézzel. És akkor mondjuk... Hát csak így random, tudjátok. Így random átcserélek blokkokat, bizonyos blokkokat. Így. Az csá. Hát így. Na, és akkor... Ennyi. Na, jó. Igazából sokat nem változtatott az egészen, de nem tudom, azért akkor is jobb lett tőle. Ja, meg még ez egy külön livestream projektnek terveztem. Oly, azt ott vagy. Nem, lehetem livestream, nem tudom. De abból nagyon sokat kell csinálni. Mert ha jobban megnézzük, de megcsináltam, hogy hopperrel összegyűjtse a dolgokat, tervelt valamit. Az a kettő kis fos. És hogyha az nagyon sokat, szóval nagyon sok lenne belőle, akkor termelne az én mint állat. És ezt kéne majd elérni, hogy termelje mint állat. Hát ez pedig ez már halálos, ami itt van, na mindegy, ezt hagyjuk békén, szedem ezt a sütőrendszert, ez már tényleg már nem állapot, ami ott történik benne. De ez a videó rész akkor ennyi lenne, srácok, illetve lányok. Livestreamek csak akkor lesznek, ha meg lesz az új gépem, azaz nem tudom mikor. Na de akkor ez a videó ennyi lenne, ezt már elmondtam egyszer. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, hamarosan találkozunk a következő videóban. Én Kaktusz voltam, sziasztok!